Ne. Szia. Hiányoztál. Anna, ne hajsz. Köszönöm. Tessék, megszült az Anna Mari? Igen. Valakom, hogy mondjátok? Igen. Tényleg, és mit? Ez egy gyereket szült. Na ne. Fiút vagy lány? Fiút. Fiút? Igen. Ja, hogy ez a gyerekért. Lehet, hogy maga, hogy mert az első szava az volt, hogy hát mi van egy hát ez nem tudom. Gratulálok mindenkinek. Köszönjük. Ha mondjuk a 300 személyes Katona József színháznak nem lenne 400 alkalmazottja, akkor több jutna a védőnökre. Melyikünket tartott feleslegesnek? Hát én elsősorban a Brechtet és a Shakespeare-t rúgnám ki ebből a színházból. Rúgják segébe a Shakespeare-t. Olvasni tanítsanak. Olvass el valakit, ha érdekli. És legyen egy színház, amelyik Shakespeare-t játszik. Csak tudod, az van, hogy már a színészeket is erre idomították be, hogy az egész oktatás, színi oktatás Shakespeare játszásra alapul, hogy hogy kell eljátszani a Shakespeare-t. Minden, a mozgást is erre, a beszédtechnikát is, mindent erre állítanak rá, és akkor kell Shakespeare-t játszani. Tök hülyeség. És hogyha ez nem lenne, akkor több jutna a nővéreknek. Olyanná formáltuk ezt a nővér históriát, hogy neked is tessék. Tudnélik science fiction a téma. Tehát a jövőben, valamikor a jövőben játszódik, ahol esetleg gépek a ezek a social workerek, vagy hogy hívják őket? Védőnők. És minden baromi jó, csak nincsen természet, és amit a Luki mondott, már megy a kommunikáció a gyerekek között, hogy kijöjjenek vagy sem. Hm? Szóval science fiction. Érdekel a dolog? Az érdekel, csak a védőnőket hagyjuk. De hát a védőnők benne lesznek, hát ők lesznek a világurai, tudnélik. Az emberiség védelme. Az emberiség ellen. Az emberiség ellen. Milyen funkció? Azért még ne rohanjunk így neki. Funkcióm az emberiség védelme. Az emberiség létét két alap mozzanat határozza meg. Létfenntartás. Mi fenyegeti a létfenntartást? És fajfenntartás. Az én funkcióm a fajfenntartással függ össze. Személyesen részt nem veszek benne, de mint védőnő minden tekintetben elősegítem az emberiség túlélését. Védőnő vagyok. A magyarság védőnője. Tehát minden olyan lehetetlenségből születnek ezek a... Tehát az, hogy elveszik egy védőnőnek a szobáját, vagy hogy az altatóorvos nem altat, mert nem fizetik meg, szerintem minden arról szól, és az összes többi cikkünk is, hogy egyre kisebb értéke van az emberi életnek, meg egészségnek. Tehát az alap dolgok olyan lényegtelenek már. Szóval minden átfordult valami üzleti megfontolásba. Érted? Szóval azért, hogy a
Nem tudok jó példát mondani. Mit tudom, hogy a TV2-es csatornát ne vegyék el. Hosszú összefüggések láncolataként, ezt csak eljutsz oda, hogyha kevesebb a védőnő, ha kevesebb a szobály védőnek, akkor meg lehet tartani a TV2-es csatornát. Vagy a kormányőrséget föl lehet szerelni videókamerákkal, érted? Szóval valahogy mindig valami pénzek elosztásán, ami nem soha nem direkt bemegy, de a vége mindig az, hogy ez megszűnik, az megszűnik, de először mindig az szűnik meg, ami mondjuk az embereknek nagyon kell. Vagy amihez hozzászoktak. Amit a férfiak nagyon könnyen meg tudnak szüntetni. Igen, mi lesz nincs ennyi? Egy férfi. Csak a színházban. Szóval a mi színházunkban az, amit most itt látok, hogy én beszélek, a Panka ír, holott szóval ez, és hogy ez meg, tessék, hogy ez fordítva nem lehetne meg, nem tudnánk fordítva funkcionálni, mert nekem van egy ilyen pozícióm, hogy én diktálok, és a Panka ír. És a Panka az én ismeretes, nagyobb tudásanyaggal rendelkezik például, mint én. Gyorsabb. Most itt sorolhatnám a dolgot. Mondjuk az egymásra utaltságból az van, hogy én kapok ennyi pénzt, a Panka az kap ennyi pénzt, ilyen picit, plusz neki még csak nem is fizeti ki a színháza a babysitterjét, hogy itt éjszaka ül. Tehát a fizetése arra megy el, hogy most én itt valamit nagy okos fejjel kitalálok, amit különben nem is én találok ki, hanem ő, mert jobban tudja. És így tovább. Szóval van valami ebben a hihetetlenül nagy férfi elme futtatásban valami szánalmas. Szevasz! Szia, imádlak benneteket. Hát most kezdjük. Ez az első mozanat a holnapi előadásnak. De mondd, bemehet hozzád az Edit felvenni a téged meg a gyereket? Igen, te tudsz ebben valamit segíteni? Na, a társulat a gyermeket saját gyermekének tekint. Nagyon kedves. Az első megjelenést elvárjuk a színházba, hogy még novemberig a gyerek fellépjen. Nem lakott jól, az biztos, hogy folytatjuk. És mindenél fontosabb előadás. Babamama kluboknak lehetne mondani, hogy rászánunk egy héten két alkalmat arra, hogy egy órába, másfél órába, két órába, mikor milyen az érdeklődés. És akkor elbeszélgetünk, nekem van egy alap mondani valóm, amit úgy érzek, hogy minden anyának fontos, és akkor azon túl mindenki kérdésekkel fordulhat, akár egymáshoz, akár hozzám. Nagyon kellemes beszélgetésé alakul ez a dolog, szóval nem évek a védőnő, ők az anyák, akik tanácsra szorulnak, mert sokszor még az ember is ötleteket, főleg a gazdasági praktikumokra az anyukánktól is kap jó ötleteket.
Inkább nagyobb érdeklődés van valóban az első babás anyukáknál, a második, a harmadik babások is nagyon szívesen részt vesznek ezen. Szoktam némelyik anyukának mondani, aki főleg aki nagyon el van keseredve, hogy ez csigabiga játék, hogy becézgetni kell azt a cicit, mert on könnyen nem adja az értékeit, tehát föllazítgatni, és főleg a zugokból, tehát ez a hónaj, mell alatti rész az, ami ugyanúgy termel, mint a főső rész, de ahol a babac szinte soha nem tudja kiszokni. Van arra is mellehelyezési praktikumok, csak egy kicsit bizarok. Ez nagyon, nagyon gyakorlott anyukáknak szoktuk mondani, hogy a mama hátradöntött fekvésben van, tehát a popsit emeli meg, és a feje egy kicsit lóg, és a kisbabát feje lefele teszem merre. Ugye egy kicsit bizarr a dolog, viszont akkor nekem itt fogja megszívni a kisbaba. Na most, amikor a jobb mellembe teszem a babát, ugye az a technikája, hogy jobb kézre veszem a kisbabát, és így teszem merre. Holott én ezt ellenkező irányból is tehetem, és akkor ellenkezőleg is megszívja. Tehát össze-vissza rakosgatom a babát, és akkor megszívja. Most ha ezekre a torna mutatványoktól az ember egy kicsit óckodik, akkor jön az, hogy én föllazítgatom, főleg a vonal alatti részt, a mer alatti részt, és azt szépen fölfejegetem, fölmasszírozgatom, és azt kell. Most utána privátin az anyuszék a cicét megnézhetem, gondolom, beleegyezik, és akkor megmutatom, hogy hogyan történjen. Az első egy-két nap az arra jó pont, hogy az ember megismerkedjen a saját mellével. És akkor, amikor már csak a tej elválasztása vagy a tej lefejésére korlátozódik, akkor már olyanok leszünk, mint a riskák, hogy csak az ember lovon, trapézon, mindenhol fogja tudni ezt csinálni, mert a cici is tudja a dolgát, a mamának is ügyes a keze, és akkor ilyen gondok nincsenek. Abból a szemszögből kéne megcélozni, vagy megpróbálni megcélozni ezt a darabot. Hogy mit jelent egy nőnek, akinek ez a hivatása, szóval mit jelent ez a dolog, ami most történik vele? És ez mindennél érdekesebb lehet. Mondjuk, tegyük fel, hogy azt mondják a Fellininek, hogy ő nem rendezhet filmet, vagy azt mondták, értesz, hogy az egész életét veszik el, mert lehet, hogy egy nőnek ez egy egész élet. Nem kap kamerát. Nem kap kamerát, ő meg nem kap gyereket, szóval nincs. Nem kap kisbabát.